Március 8-ai műsorunkban láthatták az első részét annak a hangversenynek, melyet Fekete László zeneiskola tanárai mutattak be tavaszi hangverseny címmel a Kovács Pál Művelődési Központban. Most a hangversenyen rögzített felvétel második részét láthatják, kedves nézőink! A humoreszk az irodalomban prózai, kis epikai műfaj. Fő jellemvonása a karcolatszerű rövid terjedelem és az ennek megfelelő fővonásokra redukált kidolgozás, valamint a könnyebb, kedélyes, derűs hangulatú humor. A 19. századi klasszikusnak nevezett várfajára az anekdotikus elemek is jellemzőek. Tágabb értelmezésben a humoreszk nem csak prózai mű lehet, hanem rajz vagy zenedarab is. Szergej Rachmaninov Szalonszarabok opusz 10-es sorozatának egyik remek műve, a G-dur humoreszk. Következzen ez a darab Taraszov Oleg előadásában. Thank you.
következő darab egy szimfonikus intermezzo, Jules Massenet, francia zeneszerző, Thais című operájából. A darab szóló hegedűre és zenekarra íródott. Az opera premierje 1894. március 16-án a párizsi Opera Garnierben volt. Következzen Jules Massenet, Thais meditáció. Előadja Suha Bogárka Ella, zongorán közreműködő Suha Evelyn. Thank you.
Következő műsorszámként három Chopin etüdöt hallhatunk. Az etüd szó jelentése zenei tanulmány, mely egy adott hangszerre ír, főleg technikai készségek fejlesztésre, csére alkalmas zenedarab. A romantikus zeneszerzőknél, mint Chopin, Liszt, Mendelssohn, később Rachmaninov, Scriabin, más értelmet nyer az etüd szó jelentése. Önálló zenei gondolatot kifejező zenedarab, mely fejlett technikai készség bemutatására alkalmas. Elsőként hangozzon fel az Astor etüd, opusz 25, a köztudatban hárfa etüdként említik. Kövesse ő az E-dur etüd, opusz 10, Tristesse, ami szomorúságot jelent. Majd zárásként a C-moll etüd, opusz 25, óceán etüd névvel, mely emelkedő és süllyedő arpeggiók sorozata. Az opusz 10-es sorozatot Frédéric Chopin Liszt Ferencnek dedikálta, míg az opusz 25-ös sorozatot Liszt Ferenc szerelmének, Marie Dumont-nak ajánlotta. Előadja Tarasova Marianna.
Emil Tischer egy cseh tangó harmonikás, aki számtalan művet alkotott, ezek közül a most elhangzó egy polka intermezzo lesz. A polka eredetileg egy cseh tánc és tánczenei műfaj, mely egész Európában, továbbá Amerikában is ismert lett. Ma több különböző stílusú kortárs polka létezik az eredeti cseh tánc mellett. Leginkább páros ütemű, kétnegyedes, élénk társas tánc vagy körtánc. Időmértéke középgyors, jellemzője a jobb és a bal láb lépéseinek gyors változtatása. Következzen Emil Tischer
Máli Zertjik, azaz Kis Vicc. Előadja dr. Szalai Miklósné, lengyel bíró Ágnes és lengyel Péter. A
Talán egyetlen zeneszerző sem ajándékozott meg minket annyi felejthetetlen és fülbemászó dallammal, mint Hans Zimmer. Életművének számos olyan darabja van, amit azonnal felismerünk, még akkor is, ha a filmet nem, vagy csak nagyon régen láttuk. Ilyenek például az Oroszlán király, a Madagaszkár, a Gladiátor, Sherlock Holmes, valamint a Hajszal győzelmért. Elmondható ez a most elhangzó művéről egyaránt, mely nem más, mint a Karib-tenger kalózai fantasztikus zenéje, melyet egykori tanítványával Klaus Bader-tel együttműködve komponált. Következzen tehát Hans Zimmer, Klaus Bader, a Karib-tenger kalózai. Előadják Benedek György, Gecse kis Árnás Kürtön, zongorán közreműködik Dulihár Gábor. Thank you.